Pünkösd szombatján tartják ki már 456 éve a csíksomlyói búcsút. A katolikus hitüket védő székelyek fogadalmi zarándoklata a kommunista diktatúra bukása után vált a nemzet legnagyobb zarándoklatává. Ám a székelyföldi ferences kegyhelyen jóval korábban kezdődött a boldogasszony kiemelt tisztelete. Csíksomlyót évszázadokon át Székelyföld legfontosabb lelki-szellemi központjának tekintették, és a kegyhely jelenleg is vonza a térségbe a látogatókat. A Hargita és a csíki havasok ölelésében Csíkszereda égköveként magaslik Csíksomlyók két tornyoskegy temploma. A ferencesek 1440-ben telepedtek le itt, kolostort, templomot építettek. Már akkor olyan sokan kérték itt a boldogasszony közbenjárását, hogy 1444-ben IV. Jenő pápa hivatalosan is engedélyezte a búcsújárást. A hagyomány szerint a zarándoklat története 1567-ben újabb fejezettel bővült. A katolikus hitükhöz ragaszkodó székelyek akkor fogadták meg, hogy hitükben való megmaradásukért minden pünkös szombatján eljönnek Csíksomlyóra a szűzanyának hálát adni. A processzió részeként alakult ki a Kissomlyó hegyét megkerülő körmenet, ám a hálaadó szentmisét akkor a templomban tartották. A sokasodó zarándok miatt az első gótikus templomot többször bővítették, átépítették. A Madonnak egy szobra több mint fél ezer éves. Egy metszet ábrázolás alapján egyértelmű, hogy a 17. század második felében készült Mária oltárt már ez a 227 cm magas alkotás díszítette. A 18. század végén Batthyány Ignác erdélyi püspök csodatevő segítő Mária címmel ihlette. Hiszen a boldogasszony közbenjárására évszázadok során gyakran tapasztalt isteni segítséget, ő maga is átélte. A jelenlegi barokk egy templomot 1804-ben kezdték építeni, 1876-ban szentelték fel, szintén Sarlós boldogasszony tiszteletére. Az új templom főoltárát díszítő Madonna egy szobor, eredeti vörös ruháját fehérre festették, palástját újra aranyozták, és a hátoldalához is aranyozott fenyőfasugár koszorút rögzítettek. A kegytemplomot 1948-ban 12. Pius pápa emelte kis bazilika rangra. Ó, Mária, szűzanyád! A búcsújárást a vörös diktatúra kiszolgálói vehemensen tiltották, de mégsem tudták megszüntetni. A ferences kegyhelyet akkor is rendszeresen látogatták a helyiek és vendégeik. Az ima meghallgatások sokaságát jelzik a főoltár körül elhelyezett jelvények, márványtáblák. 1990 után már olyan sokan jöttek egyszerre a pünkös szombati búcsúra, hogy a kegytemplom előtti parkban sem fértek el. A nagymise helyszínének is nagyobb területet kellett keresni. Így jelölték ki a kegyhely őrzői erre a célra 1993-ban a Kis- és Nagysomlyóhegy közötti teret. A hármas halomoltár színpadot Makovec Imre rajzai elképzelése szerint és tanítványa Bogos Ernő csíkszeredai műépítész tervei alapján 1995-ben emelték. A búcsús nagymiség Duna Televízió által élő műsorban való közvetítésének is köszönhető, hogy rövid időn belül Csíksomlyó a nagyvilágban is ennyire a figyelem középpontjába került. Elmúlt három évtizedben pünkös szombatján 100 000 érkeznek Csíksomlyóra. Második János Pál pápa 2004-ben levélben köszöntötte a résztvevőket, és 2019. június 1-én a búcsút megelőző héten Ferenc pápa személyesen látogatott Csíksomlyóra. Ferenc pápa a hármas halomoltárnál bemutatott szentmisén történelmi értékekben és hitben gazdag, kedves Mária kegyhelynek nevezte Csíksomlyót. Azt is hangsúlyozta, hogy ez az évi zarándoklat Erdély öröksége.
Elkezdődött a csíksomlyói pünkösdi búcsú, a székelység 456 éves hagyománnyal rendelkező fogadalmi zarándoklata, amelyen magyarok százezrei vesznek részt a Kárpát-medencéből és a világ más tájairól. A Csíkszeredához tartozó ferences kegyhelyre folyamatosan érkeznek a keresztalják rendeződött gyalogos zarándokok, és készülnek a 12:30-kor kezdődő ünnepi szentmisére. Száva Enikő egész nap követi az idei búcsú liturgikus programjait, úgyhogy hozzá kapcsolunk most. Szervusz! Mi történik most, és hogyan készülnek a zarándokok a nagymisére? Jó reggelt kívánok! Folyamatosan érkeznek a hívek, ahogyan te is említetted, tömött sorokban állnak a kegytemplom bejárata előtt, hogy bejuthassanak és megérinthessék a Mária szobrot, elmondhassák, hogy miért is érkeztek a búcsúhelyre. Egyébként a kegyhely őrei, a ferences szerzetesek hajnali 6 órától itt folyamatosan gyógytatnak a templom kertben, és hát nem rég ért véget az a szentmise, amely lezárta az éjszakai virrasztást. Nagyon sokan a templomban virrasztottak is éjszaka. Timár Asztrik atya, a kegytemplom igazgatója évről évre megfigyelheti azt, hogy hogyan készülnek az zarándokok, hogyan hangolódnak a búcsúra. Arra kérem, hogy egy kicsit meséljen nekünk arról nagyon tömören, hogy miért és hogyan vált ilyen hatalmas méretű zarándok helyé Csíksomlyó. 456 éve, 1567-től zarándokolnak ide. Azt mondhatjuk, hogy ekkor volt az első zarándoklat, amikor a tolvajos tetőn lévő csata után, akik harcoltak, visszajöttek ide Csíksomlyóra, hiszen itt imádkoztak az asszonyok, a gyerekek a csata sikerért. A csata sikerrel végződött, és ennek emlékére tartjuk minden pünkös szombatján ezt a fogadott búcsúnak is lehet mondani. Azért pünkös szombatján, mert ekkor volt a csata, és minden évben igaz, hogy változik az időpont, de mindig ezen a napon tartjuk. Kivétel volt egy időszak, amikor nem tudtuk megtartani, és tudja mindenki, hogy miért, de akkor is nagyon sokan zarándokoltak ide pünkösd ünnepén vasárnap. Hogyan készülnek a hívek? Hogyan érdemes felkészülni a búcsú szentmise meghallgatására? Minden évben kiadunk egy közleményt, amiben leírjuk, elmondjuk, hogy hogyan kell készülni a zarándoklatra. De igazából, akik ide zarándokolnak, azok már nagyon tudják, hogy hogyan is kell felkészülni. Elsősorban lelkileg erre a zarándoklatra is. Akik főleg gyalogosan érkeznek, azok énekelve, imádkozva jönnek ide. Akik meg autóbusszal vagy zarándokvonattal, azok is végig énekelnek, imádkoznak, ráhangolódnak erre az ünnepre. Tegnap már elkezdtük este a nyitó szentmisével a pünkösdi zarándoklatot. Nagyon sokan vettek részt, úgy a szentmisén, mint az ünnepélyes rózsafűzéren, amit a szentmise után végeztünk. Ma reggeltől, ahogy Enikő is mondta, itt már folyamatosan érkeznek a zarándokok, és olyan megható látni és hallani az éneklő, imádkozó tömeget. Fél egykor fog kezdődni az ünnepi szentmise, amelyet élőben is lehet látni. És így valóban százezrek, és hát az egész Kárpát-medencei magyarság osztozhat ebben az élményben. Nagyon-nagyon szépen. Sőt, az egész világ. Pontosan így van. Köszönöm nagyon szépen. Így, ahogy mondta Asztrik atya is, fél egykor kezdődik romániai idő szerint a szentmise. Innen pedig egy óra múlva indul a tömeg fel a hármas halom oltárhoz, hogy részt vegyen az ünnepi szentmisén. Száva Enikőnek köszönjük szépen.